Az előző évektől eltérően tavaly végre megkapták a terményeikre, állataikra járó kártérítést a Hargita megyei gazdák. Az elmúlt évben több mint 500 esetben ült össze a megyei vadkárokat kivizsgáló bizottság, legtöbb esetben a medve kártékonykodott. 58 ember esett áldozatul valamilyen formában a medve támadásoknak. 58 esetben támadt emberre a medve az elmúlt közel 10 évben. 2021 nyarán nagyszabású tüntetésen jelezték a szaktárca felé a Hargita megyei gazdák, hogy tarthatatlan ez a helyzet, törvénymódosításra van szükség. Nem kaptak semmiféle támogatást, csak hát a tavaly óta. A korábbi években hiába jelentették a vadkárokat a gazdák, nem kaptak kártérítést az államtól, magyarázza az alcséki település alpolgármestere. Csíkszent Imrén évente átlagosan 8-10 alkalommal jelentették, hogy vadállat okozott kárt a terményben vagy az állataikban. Az elmúlt évben a helyzet megváltozott. A vadak által megkárosított gazdák kártérítésben részesültek. Ember áldozott most az elmúlt években nem volt, azelőtt volt az is, nem halálos, de súlyos, medve támadás, és a kártérítési doszárok is a medvekárok és vaddisznó okozta károkból következtek. Volt termés is, és sajnos volt állatveszteség is. Tusnádfürdő országos hírnévre tett szert azzal, hogy a medvék naponta belátogatnak a településre. A szakemberek új módszerrel próbálkoznak. Az együttélésre próbálnak kidolgozni módszereket, nem a medve kiirtásában látják a megoldást. Reményeink szerint a következő szezon, ami nálunk körülbelül áprilisban kezdődik, a medve szezon, akkor kezdenek el járni a városba, akkor már ki tudjuk dolgozni ezt a stratégiát, ami mentén kivitelezzük ezt a tervet. Hargita megyében csak az előző évben 532 alkalommal jelentettek vadkárt a gazdák. Tájékoztatta a híradót Domokos László, a Hargita megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatója. Ebből 475 alkalommal a medve volt a tettes, 26 esetben a farkas. A terményben vagy házi állatban tett bejelentett károkért felelős továbbá a vaddisznó, az őz és a hód is.